Több turista az országban. Békés Csabának kerékpáros túrákat népszerűsítenék. Újabb történelmi siker. Magyar kupa győztes a Békés Csabai röplabda csapat. Nyugdíjkorhatárt elérő motorok. Különleges kiállítás a Csaba gyöngyében. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják, Balázs Anett vagyok. Nőtt a vendégészakák száma 2015-ben az előző évihez képest, és országos szinten nagyobb a kereskedelmi szálláshelyek bevétele is. Habár kevesebben érkeznek külföldről, emelkedett a belföldi forgalom. Békés Csabára például egyre több román vendég érkezik. Több mint 25,7 millió vendégészakát regisztráltak a kereskedelmi szálláshelyek Magyarországon 2015-ben. Ez az arány 5,4%-kal magasabb az előző évihez képest. A belföldi vendégek összesen 12 millió 850 ezer vendégészakát töltöttek el a szálláshelyeken a Központi Statisztikai Hivatal februári adatai szerint. Az emelkedést a békéscsabai Arcanum Hotel munkatársai is tapasztalták. Na most a vidéki városokban inkább a belföldi turizmus, ami jellemző, egy ilyen 60%, illetve 70%-os részarányban, és inkább 28-30%-ban vannak jelen a külföldiek. És azt gondolom, hogy Kelet-Magyarországon, főleg itt a Békés Csabára vetítve, illetve a délalföldi régióban a román küldőpiacnak a dinamikus fejlődéséről kell egy picit talán beszélnünk, illetve szót ejtenünk. 2014-es évről 2015-ös évre mint egy 22%-os emelkedésről beszélhetünk, illetve a cseh piacról, itt lényegesen kevesebb volt, illetve feltörekvőben van a lengyel piac is. Békés Csaba turisztikai kínálata erősen épít a nagy rendezvénysorozatokra. 2015-ben a Kolbász Fesztivál látogatóinak száma meghaladta a 100 000-et. Erről nemrég Aktuális című műsorunkban beszélt Hége Sándor fesztivál igazgató. És hát igyekszünk mindenhol láthatóvá tenni, népszerűvé tenni, hogy ebbe az évben lehetőleg még többen érkezzenek Békés Csabára. Ez egyrészt a fesztivál miatt fontos, másrészt pedig Békés Csaba turizmusának is rendkívül fontos az, hogy akik ide érkeznek, ők olyan tapasztalatokkal menjenek el, hogy ne csak erre a 4 napra jusson eszükbe eljönni, hanem az év más időszakában is turistaként megjelenjenek Békés Csabán. A békés csabai tapasztalatok azt is mutatják, hogy az előző évihez hasonlóan alakult a turisztikai szezon. Egyre inkább előtérbe kerülnek a fürdőszolgáltatásai, egyre több román vendég érkezik, és a szállodákban is, ahol valamiféle plusz szolgáltatást kínálnak, akár wellness vagy egyéb programok, ezek igen kedveltek, úgyhogy egyre inkább előtérbe kerül, és az örömteli, hogy megjelennek a klasszikus turisták is Békés Csabán, ennek az emelkedésében bízunk a jövőben is. A turistákat nem csak a fesztiválokra csalogatnák a jövőben városunkba. Az Egyesület olyan kerékpáros túrák szervezésében gondolkodik a szálláshelyekkel összefogva, amelyek még több üdülőt vonzhatnak a megye székhelyre. A Békés Csabai Turisztikai Egyesület egyébként nemrég vette át a Turinform iroda működtetését, amely a Csabagyöngye Kulturális Központból a Szent István térre költözött. Az utóbbi 2 év bajnoki címei után újra történelmet írtak a békés csabai röplabdások. A klub első magyar kupa döntőjét vívhatta pénteken Érden. A Viharsarkiak a fináléban szetveszteség nélkül magabiztos játékkal verték a címvédő Vasas Óbudát. A fővárosiak az utóbbi 10 évben mindössze 1 döntőt hagytak ki, és most is győzelemre készültek. A csabai lányokat ez nem zavarta, hiszen ebben a szezonban korábban már 3-szor legyőzték a legnagyobb riválist. Fantasztikus kezdést produkáltak Sós Nikolették, akik teljesen állva hagyták ellenfelüket. Hiába próbálkozott bármivel Jókai Zoltán edző, a BRS-e lányai még soha nem látott fölénnyel oktatták a fővárosiakat. 20 perc sem kellett a 25-13-hoz. A második játszmában 8-7-nél még valamelyest reménykedtek a piros-kék szimpatizánsok, de nem sokáig. Szara Clement nagy formáját hozta, egyszerűen nem ment át a sáncán a labda. Emellett a csabai ütőjátékosok kivétel nélkül kiváló formában bombáztak, 25-17-tel szerzett 2-0-ás vezetést a BRS-e. A harmadik etap már örömünnep volt a lelkes csabai drukkereknek, érezni lehetett, hogy pénteken csak a csabaiak győzhetnek, újabb 25-17-tel söpörték be a harmadik játszmát és ezzel a mérkőzést.
Kiélezett csatára számítottunk, és ehhez képest tényleg sima 3-0 be tudtuk húzni ezt a kupadöntőt. Én úgy gondolom, hogy mentálisan mi sokkal jobban ott voltunk, mint a Vasas. Az, hogy fizikális fölénybe vagyunk, ez szerintem már korábban kiütközött a két csapat között. Szerencsére senkit nem nyomott össze ez a teher, hogy nekünk ezt a kupát meg kell szerezni. A klub úgy vágott neki a szezonnak, hogy a még hiányzó címet is begyűjti. A pénteki sikerrel az egyik legfontosabb küldetését teljesítette a csapat. Szinte minden utánpótlás versenytől kezdve a bajnoki címig minden megvan már, ez volt az egyik, ami még hiányzott, ez nagyon-nagyon fontos volt a klub számára, illetve hát amikor összeraktuk ezt a csapatot, akkor azt tudtuk, hogy ez egy nagyon ütőképes gárda lehet, és az nagyon szép eredményeket lehet elérni. Akár a nemzetközi kupában is, hanem a Krasznodára játszunk, akkor nem lehet tudni, hogy hány tudtunk-e volna még menni egy vagy két kört, ami nagyon nagy dolog lett volna. A csabai lányok a Magyar Kupa siker után zsinórban harmadik bajnoki címükre törnek, a Közép-Európai Ligában pedig a döntőt célozza meg az együttes. Izgalmas csatát hozott a Békés Csaba és a Fehérvár mérkőzése a női kézilabda Magyar Kupa negyed döntőjében. A mérkőzést a lila mezben játszó csabaiak kezdték jobban, már 8-5-re is megléptek. Innen visszajöttek a fehérváriak, de a hazaiak válaszoltak és 3 gólos vezetéssel zárták az első félidőt. A második játék részben 4-gyel lógott meg ellenfelétől a Csaba, de a fehérmezes vendégek fordítani tudtak. A csabaiak az 57. percben visszaszerezték a vezetést Kovács Anett találatával, azonban Herr Anita egyenlített. A lilafehérek az utolsó támadást elrontották, és a 27-27-es döntetlennel végül a vendégek jutottak be a Magyar Kupa 4-es döntőjébe. Nem a végére kellett volna kihegyezni, hanem valóban, amikor vezettünk 3-4 góllal, akkor kellett volna még megfejelni egy-két góllal, és akkor ezek a hibák, amik közbe jöttek, akkor nem számítottak volna. A listavezető Ferencváros egy korai bombagóllal szerzett vezetést Békés Csabán a labdarúgó NB1 20. fordulójában. Az előnyt meg is őrizte a zöld-fehér gárda, szervezetten védekező, de kevés veszélyt kialakító hazaiak ellen. Az előre kezdő csapatából 4-en is hiányoztak betegség miatt, így Zorán Spisják vezetőedző nem tudta legerősebb csapatát pályára küldeni. A lilamezes csabaiaknak ősszel több gondjuk is volt a rögzített játékhelyzetekkel, a 9. percben ez újra visszaköszönt. Hajnal Tamás szöglete után egy lefejelt labdát Pintér Ádám küldött a bal felső sarokba. A Fradi mezőnyfölényben őrizte az 1-0-ás vezetést. Az előre első kapura lövésére a 35. percig kellett várni, ekkor Birtalan Botond lőtt fölé egy 23 méteres szabadrugást. A játékképe a második játékrészben sem változott, egyik kapusnak sem kellett bravúrt bemutatni. A játékosok inkább egymással foglalkoztak, Borbély Bálint könnyen összeszedhette volna a piros lapot, hiszen rövid időn belül 2 szabálytalanságot is elkövetett. A csabaiak kevés veszélyt tudtak okozni a vendégkapu előtt. A Ferencváros nem mutatott sokat, de a fővárosiak számára ez is elég volt az 1-0-ás győzelemhez. Minél hosszabb ideig 1-0 az állás egy mérkőzésen, annál veszélyesebb lehet a hajrá. Előbb-utóbb az ellenfél is megérzi, hogy bármi történhet a 16-oson belül. Egy beadás után vagy egy pontrugás után is lehet egyenlíteni. Éppen ezért az ilyen mérkőzések az utolsó percig izgalmasak. A Békés Csaba önfeláldozóan harcolt, hogy kiegyenlítsen. A Csaba felforgatott összeállításban ugyan jól lezárta a területeket a Ferencváros előtt, de a végeredményt illetően nem tudott meglepetést okozni. A megmutatott játékkal egy Fradi ellen azt mondom, hogy pozitívnak kell lenni, mert van mind építeni. Ha megnézzük azt is, hogy a csapatot mit érintette az utolsó 18 órában, hogy 4 játékos bejelentette, hogy belázosodott és nem tudott részt venni ebben a játékban, azt mondom, hogy a csapat elég jó játszott. Sajnáljuk, hogy a kidolgozott helyzetekből nem tudtuk többet kihozni. A csabaiaknak a következő fordulóban sem lesz könnyű dolguk, hiszen a bajnoki címvédő Videóton ellen idegenben kellene bravúrt végrehajtaniuk. Az Ébregy Vihar Sarok civil csoport szombaton kerékpáros demonstrációra hívta azokat, akik nem tudtak elmenni a fővárosi tüntetésre, de szerették volna kifejezni szolidaritásukat és támogatásukat a pedagógusok iránt. A közös bicikli tolás elnevezésű megmozduláson pedagógusok, diákok és egészségügyi dolgozók is megjelentek, akik szintén hangot adhattak véleményüknek. Nehogy egyszer mi is túltoljuk a biciklit!
Fontos szerephez jutottak a kerékpárok a szombat délutáni megmozduláson. Ezzel utaltak a szervezők Balogh Zoltán miniszter legutóbbi interjúban elhangzott mondatára, mely szerint a közoktatási rendszer tekintetében a kormány egy kicsit túltolta a biciklit. Úgy gondoljuk, hogy ne ők tolják túl a biciklit, inkább bízzák a biciklitolás szakemberre, mert ha szakemberre bízzák, akkor nem tolni fogják a biciklit, a szakember ráül, hajtani fogja és jobban halad. Eredményesebb lesz a munkája. A fehér szallag most is megjelent a résztvevőkön. Ez a szallag az elmúlt hetekben azon békéscsabai iskolákra került fel, akik csatlakoztak a Miskolci Herman Otto gimnázium tanárainak nyírleveléhez. A diktatúra vastag falainól visszaverődő jó tanácsaikkal azonban csak a rezsimet erősítik, mert segítik elfeledni a bajok eredendő okát és eredendő forrását. A rendezvényen Bot Tamás, az Együttgyulai választókerületének elnöke elmondta, szerinte az oktatásban az autonómia teljes hiánya tapasztalható. A politikus hozzátette, a diktatúra és a szabad oktatás nem létezhet egymás mellett. Egzisztenciális vélelem megbindítja az embereket. Körömi János, az Együtt Békéscsabai választókerületének elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy senkinek nem szabad a következményektől félnie. A jelenlévők között a helyi pedagógusok mellett egészségügyi dolgozók és diákok is megjelentek. Az emberek érzik, hogy baj van, azt kell beléjük súlykolni, hogy legyenek elvárásaik, mert addig mi nem mondathatunk le képviselőket, mint az emberek nem érzik azt, hogy itt probléma van, azt nyilván érzik, de hogy tenni is tudnak, hogy akarjanak érte tenni. A megmozdulás második felében a résztvevőknek is lehetőségük volt elmondani a véleményüket. Február 14-én nem csak a szerelmesek, hanem a könyvek is fontos szerephez jutottak. 2012-ben indították útjára a Nemzetközi Könyvajándék Napot, amelyhez idén is csatlakozott a Békés megyei könyvtár. A rendhagyó könyvcsere program ideje alatt az intézményben számtalan ifjúsági regény, mese és ismeretterjesztő könyv közül választhattak az érdeklődők. A könyvtár saját könyvei mellett az olvasók által felajánlott kötetek is a polcokra kerültek. Ezek közül választhattak azok, akik saját jó állapotú, de feleslegessé vált könyveiket szerették volna más olvasmányra kicserélni. A kezdeményezés fő célja az volt, hogy azok a gyerekek is szép állapotú könyvekhez jussanak, akik esetleg más módon nehezen férnének hozzá. Hát mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy azok a gyerekek is új vagy szép állapotú könyvekhez juthassanak, ha még nem is vadonatújakhoz, akiknek ez esetleg nehézséget okoz. És szeretnénk erre a napra felhívni a figyelmet, hogy a szülők ne csak a Valentin napot ünnepeljék, hanem emlékezzenek arról is, hogy ma egy könyves napról is könyves napot is ünnepelhetünk. Plüssmackók, rúgdalózók, kisnadrágok, többek között ezek is sorakoztak a Csaba Gyöngye Kulturális Központban múlt szombaton. A Csiga Biga Baba és Gyermekruha Bőrze közel 3 éve létezik. A rendezvényből befolyt összeget szervezők jótékony célra fordították. Megunta, kinőtte a gyerek, de gyakorlatilag semmi baja a kis cipőnek, kisnadrágnak, kispólónak. A kisgyerekes szülők naponta szembesülnek hasonló problémával. Erre nyújtanak alternatívát a bababőrzék, ahol a használt, de el nem nyújt holmikat továbbadhatják egymásnak a szülők. Használt ruhánk van, és azért adjuk el. A legtöbben azért jöttek el a bőrzére, mert itt kedvezményesebben tudják megvásárolni a gyerekeknek szükséges holmikat, mint a boltokban. Szerintem teljesen jó, ugye az anyukák azért hozzájuttatnak olyan dolgokhoz, ami azért a boltban horribilis áron van. Mint kiderült, a bőrzének akár nevelő hatása is lehet a gyerekekre. Inkább azért jöttünk, hogy lássa a kisfiam, hogy ezeket a ruhákat el lehet adni, meg a játékokat, és akkor ő is segített kiválogatni, ami már nem kell neki, és ebből legyen pénzünk, és aztán ebből tudjuk venni megint. A Csiga Biga Bőrze ötlete egy közösségi oldal csoportjából nőtte ki magát. A rendezvényen kizárólag magánemberek árulhatnak, cégek nem. Ezentúl jótékony célja is volt a kezdeményezésnek. Már hagyomány, hogy a bőrzén felajánlásokat gyűjtenek. Ezúttal egy rákbeteg kisfiú, Simonka Patrik javára tettek felajánlásokat. Csaba Gyöngye felajánlotta, hogy ők kifizették most a mostani bőrzére a programokat, így felszabadult úgymond az asztalpénz, amit erre a célra szoktunk fordítani, és közös elhatározás
célzásunk volt, hogy ezt adományba felajánlanánk valakinek. Többen is a csoportból a Patrikot javasolták, így felvettem a kapcsolatot az édesanyjával, és megbeszéltük, hogy akkor ők fogják megkapni a közel 60 ezer forintot. Az előtérbe adománygyűjtő dobozt is kihelyeztek, hogy ilyen formán is támogassák a kisfiút. Patriknál 2014-ben rossz indulatú agytörzsi tumort diagnosztizáltak, több kezelésen is túl van már, állapota stagnál. Jelenleg külföldi kezelésre gyűjtenek a szülei és a Kosztyú Ádám emlékére alapítvány. Négyszer annyian vásároltak virágot egy-egy boltban Valentin napon, mint egy szokványos hétvégén. Volt, aki apró ajándékkal, más közös kikapcsolódással ünnepelte a szeretetet és a szerelmet. Évente egyszer minden a szerelemről szól, és a rózsaszínbe borul az egész világ. Valentin napon a bombon és az ajándékozás helyett inkább a közös kikapcsolódást választotta ez a tótkomlósi pár. Közel 7 éve ismerkedtek meg, már esküvőjüket tervezik. Mint mondják, náluk minden nap a Valentiné, kapcsolatukban fontosnak tartják a szeretetet. Minden nap fontos az, hogy együtt legyünk, tehát nem tudunk úgy nyugodtan lefeküdni, aludni, hogy nem vagyunk ott egymás mellett például. De ilyenkor Valentin napon azért sokkal jobban odafigyelünk egymásra. Nem morgunk annyit egymással például. Köszönöm szépen. Király. A közös élménykeresés mellett sokan választottak kedvesüknek virágot. A legtöbben vörös rúzsával fejezik ki a szerelmüket, ám számtalan más lehetőség is adódik ilyenkor. Jellemző az, hogy még mindig a vörös rózsa, amit elsősorban keresnek, bár próbáljuk irányítani a figyelmet ilyenkor a tavaszi virágokra. Tulipán, jácint, boglárka, nárcisz ilyenkor gyönyörűek, és nagyon különleges csokrokat készíthetünk belőle. Sokan állítják, hogy a Valentin nap népszerűsége a reklámoknak köszönhetően nőtt meg, és kizárólag a virágkereskedéseknek kedvez, pedig február 14-ét sok hagyomány szövi át, ugyanúgy, mint az 1990-es években népszerűvé vált az Egyesült Államokból és Írországból átvett Halloween-t is. Különleges kiállításnak örülhetnek a veterán motorok szerelmesei Békés Csabán. Az Ipartestület Veterán Motoros Klubja jóvoltából mindig más látvány fogadja majd a látogatókat, a szervezők ugyanis 5 naponta cserélgetik a kiállított gépeket. A sajátos tálat pénteken nyílt meg a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Közlekedés technikai régmúlt vagy közelmúlt is része a magyar kultúrának. Talán épp elegek is magyarázatként ezek a megnyitón elhangzott szavak arra, hogyan kerülhet egy veterán motorokból álló kiállítás egy kulturális központ aulájába. A saját kerekükön ide gurult járművek ugyanis egy egész emberöltőnyi idővel ezelőttről maradtak ránk. Nyilvánvaló a technikai háttér az 50-es évek színvonalát képviseli, de akkor és most sem tekinthető ezek egy elavult szerkezetnek. Ezeknek a fejlesztéséből alakult aztán később ki a Csepel motorkerékpár gyárnak a nagyobb típusú a 250 köbcentis, illetve a mindenki által ismert Pannonia modellek. A szervezők szerint az idősebb korosztály nosztalgiával, a fiatalok pedig érdeklődéssel tekintenek a kiállított tárgyakra. De a 70-es évek közepéig működő magyar motorgyártás szerintük mindenki szívéhez közel áll. Éppen ezért elsősorban ezt a világot igyekeznek felidézni. Először szeretnék a magyar motorokat Pannonia, még ezután egy 250-es Csepel, az is elég kuriózum, mert van oldalkocsi és szentesi oldalkocsi, valami ritkaság, Pannonia, TLF Pannonia, nagyfékdobos, most így mondom, akkor oldalkocsis Pannonia, T5-ös, P10-es, P20-as, tehát ezzel így végig próbálunk menni a Lajstromon, és ott ugye, mivel Békés Csabán vagyunk, itt azért valamikor nagy tradíciója volt a Jáva motoroknak, ugye Szlovákia, szlovákok, stb. És abból is szeretnénk egy kis repertoárt. A március 15-ig látható tárlat végén a klubtagok motoros felvonulással ünnepelnek majd. Kedves nézőink, ez volt már a Híradó. Hamarosan következik Aktuális című műsorunk. Február 18-án tartotta idei első ülését a Békés megyei önkormányzat közgyűlése, ahol több kérdésen is összekülönböztek a képviselők. Hogy mi okozta a vita tárgyát, arról Zalai Mihályt, a Békés megyei önkormányzat közgyűlésének elnökét kérdezem. Tehát hamarosan folytatjuk, maradjanak velünk, viszontlátásra!